Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében, amit látjátok, a kezdő és üdvözlő dia, az már arról szól, hogy ez most már a hetedik alkalom, amikor együtt lehetünk Derek Prince Élet átformáló szellemű című könyv alapján egy biblia tanulmány. Egyébként ez a könyv 6 könyv egyben, és egyik része az a biblia tanulmányozás, amiről én beszélek, igyekszem azokat az ige verseket is belevenni a szolgálatok során, amik ebben a könyvben megtalálhatók. A szolgálatom általában úgy van felépítve, hogy elmondjuk azt a megvallást, amit Istentől kaptunk az igék alapján, ezt mi naponként gyakoroljuk. Nagyon erőteljes az Isten beszéde, maga Jézus mondta, hogy az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Utána el fogom olvasni azt a néhány bevezető gondolatot, ami az egyes adott témához Derek Prince leírt, és néhány gondolat és igevers is el fog hangozni még a tanítás során, és közben mindaz, amit az eddigi ige tanulmányozásom során és a pásztori szolgálatom során megláttam, megértettem és fontosnak tartom, hatalmas nagy téma. Minden egyes téma nagyon nagy, az imádság is egy olyan téma, amiről lehetne hetekig, hónapokig beszélni. Mégis törekedtem arra, hogy azokról a dolgokról, amik alapelvek és igazságok a Bibliában is rendkívül fontosak, és kell, hogy beépüljön a saját ima életünkbe, azokról ma elhangozik tanítás. Tehát a hónap igeverse van kivetítve, a reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 23. verse. Elmondtam múlt alkalommal, hogy itt nem egy hitvallásról van szó, ami a Biblia egy rövid kivonata és summája, bár az is fontos dolog, de soha nem lehet egy hitvallás egyenértékű magával a Szentírás igazságával. Viszont itt az eredeti szövegben arról van szó, amikor valaki megvallja az ige igazságát. Tehát a reménység megvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű. Nem egy egyház tart meg, hanem Jézus Krisztus, ő hűséges volt. És ő ment be értünk, ő tett ígéreteket. Ha egy egyház ígéretet tesz, arra is szükség van, de tudjuk nagyon jól, hogy csak egy valamilyen ígéret tart meg, ez pedig Jézus Krisztus. Mindaz, amit ő tett és ő mondott, és amikor a Bibliában azokat az igazságokat, amikről olvasunk és amiket Jézus mondott, azokat mi megvalljuk, akkor mi ehhez ragaszkodunk, és szilárdan ragaszkodunk és komolyan vesszük, akkor azok az ígéretek meg fognak valósulni. Csodálatos dolog ez. Tudjuk azt, ugyancsak a zsidókhoz írt levél a 3. részében, az első versben, hogy Jézus a megvallások, nem a hitvallások apostola és főpapja, hanem a megvallások. És még egy ugyancsak a zsidókhoz írt levélben van, a zsidó 4.14, mivel az írás erre bátorít bennünket, ragaszkodjunk nem a hitvalláshoz, hanem a megvallásokhoz. Rendkívül fontos. És áldjon meg az Úr bennünket. Következik naponkénti megvallás. Az igéket nem fogjuk mondani, ahogy ezt szoktuk, de ki van, oda van írva, fontosan azért, hogy miközben elmondjuk, tanuljuk, egy kicsit kötődjön, hogy ez tulajdonképpen az Isten szava, az ige igazsága. És azt mondta Jézus, az ég és a föld elmúlik, az én beszédeim nem múlnak el. Mondjuk tehát együtt. Szövetséget kötöttem a szemeimmel, hogy megőrizzem szemem tisztaságát. Fogjul ejtek minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Fejemen van az üdvösség sisakja, testemet beborítja a megigazolás páncélja, derekamon van az igazság szeretet derékszíja, lábaimon a saruk a készség, a békesség evangéliumának hirdetésére. Kezemben van a szellem kardja, mely az Isten igéje, és a hit pajzsa, amivel megoltom a gonosz minden tüzes nyilát. Mindezek fölé felöltöm a szeretet palástját, mely a tökéletesség kötése, és minden dolgomat szeretetben viszem végbe. Őrizem az erődöt, figyelek az útra, összeszedtem minden erőmet és fegyverbe öltöztem. Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és kárhoztatok minden nyelvet, amely ellenem perbe száll, mert ez az én örökségem. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza ránk, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzünk,
és bőségünk legyen minden jó cselekedettel. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségünket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel. Övé a hatalom és a tisztelet, az ő nevére hajol meg minden tér, a mennyeieké, a földieké és a föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, és én is vallom, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Levetettem az új ember, és felöltöztem az új ember. A testemet pedig úgy gondozom, hogy bűnös kívánságot ne ébredjenek benne Jézus hatalmas nevében. Amen. Amen. Kívánom, hogy amint említettem már a talán első vagy második alkalommal is, ez a megvallás egyébként fönn van a weboldalamon, el lehet érni, a baranyilászlózsolt.com-on, és ott a bibliai moduloknál, tehát a bibliai fülnél, ott vannak jobb oldal a különböző megvallások, a dicsőítők megvallása is, amit az éneklés előtt el szoktunk mondani, illetve ez a megvallás. A hetedik pontja Derek Prince Élet átformáló szellemi erő című könyv alapján az imádás és az imádkozás. És a következő képen látjuk ezeket az igazságokat a könyvében, a következő képen hangzik. Az ima az út, amit Isten készített, hogy a jelenlétébe jusson a keresztjén. Ima által kapjuk meg mindazt Istentől, amire szükségünk van. Imán keresztül három dolgot kapnak a hívők. A szükséges vezetést, segítséget, erőt az életükhöz. Imádni kell Istent annak a hívőnek, aki meghallgatást vár imáira. Mindemellett minden kereszténynek javára szolgál és erősíti őt, ha rendszeresen időt szán a naponkénti imádatra és imára és a Biblia olvasására. A világ legerősebb személye az a keresztény, aki tudja, hogyan kell imádkozni és ima meghallgatást találni. Ehhez a fajta imához szükségünk van a Szent Szellem segítségére. Tehát ez egy rövid üzenet, és minden egyes tanításhoz van egy alap igevers. Ennek a mai témának, az imádságnak, a János 15. részének a 7. verse, ami egy nagyon fontos tanítása Jézusnak, ami így hangzik: ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik néktek. Mi az, hogy bármi? Hányszor halljuk azt, hogy ezt kérheted, ezt nem. Az élet különböző helyzeteiben ez elhangzik, és Jézus mond valamit. Nyilván a Szentírásban tudjuk azt, hogy sok mindent kérhet az ember, és rengeteg önző dolog lehet az életünkben. Majd szeretnék 8 olyan dolgot előhozni, és a figyelmeteket erre irányítani, hogy mik azok a dolgok, amikor az ember nem kap az imádságára választ. Helytelen hozzáállás, helytelen dolgok. A Biblia világossá teszi, ugyancsak hangsúlyozom, mivel ez akkora nagy téma, hogy hetekig lehet erről beszélni, arra nincs lehetőség az idő intervallum beszabottsága miatt, hogy mindenről szó legyen, de rendkívül fontos igazságokat szeretnék a szívetekre helyezni. Mondjuk el az igeverset: ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. János Evangélium a 15. rész, 7. verse. Nagyon fontos igazság. Nézzük tehát azokat a dolgokat, ami a Bibliában van. Az ima az egy út, amit Isten készített, hogy a jelenlétébe jusson a keresztjén. Ima által kapjuk meg mindazt Istentől, amire szükségünk van. Nagyon fontos dolog, amikor Jézus mondja, és ez az ige, amit az előbb meghallottunk, ez egy olyan környezetben van, amikor mielőtt Jézus elmegy a mennybe, bátorítja a tanítványait, hogy merjenek hozzá fordulni. És a következő hangzik: azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Jézus világosan és egyértelműen felszólít, hogy lehet kérni. Lehet az Atyától kérni, lehet oda jönni az Atyához. Maga Jézus mondta azt, hogy én vagyok az Úr, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához. Szokták ezt mondani, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát. Hány és hány olyan helyzet van,
ami miatt az ellenség próbálkozik, és egyszerűen nincs egy fohász, nincs egy kiáltás. Sokszor hallottam már, mert a fizikai életben is ott van ez, hogyha valami túl kis dolog, akkor hát nem fárasztom a másikat. Ha pedig túl nagy, akkor meg nincs is értelme. A kettő között meg majd valami lesz. Tehát Istennel is ez a helyzet. Nincs olyan kis dolog, amiben ne jöhetnénk, és amit ne hozhatnánk, ami mennyei édesapánkhoz. Ő mindenütt jelen való Úr, és ő szereti azt, hogyha mi hozzájövünk. Amikor felismerjük, meglátjuk és megértjük azt, hogy az életünk véges, a hatalmunk véges, az anyagiak, minden véges. És egyszer olyan sokszor falakba ütközünk, és nem működik. És itt jön Jézus, akihez jöhetünk, akinek hatalma van mindenek fölött, aki csak annyit mondott, hogy legyen és lett. Aki annyit csinált, az egyik kedves történet számomra, amikor a tanítványok a hajóban ott vannak, és Jézus ott alszik, jó alvókája volt, hirtelen nagy szélvihar, a hullámok már becsaptak abba a kis ladikba, mert az nem egy nagy hajó volt, hanem csak egy kis halászhajó, és már megtelt vízzel, Jézus még mindig jól alszik, tanítványok már hótidegek, és azt mondják, hogy Mester, felrázzák, és azt mondja, Mester, nem törülsz, hogy elvesztünk? Jézus feláll, felemelje a kezét, és azt mondja a szélnek, a viharnak és a tengernek, hallgass el. És abban a pillanatban elül a szél. Ilyen volt Galilea, mai napig ilyen. A környező hegyek és domb olyan, hogy hirtelen jön a szél, és hatalmas hullámok keletkeznek. Pillanatokon belül. És azt mondják a tanítványok, ki ő? Hogy a szél és a tenger enged neki. Hát Jézus. És bármilyen viharban, bármilyen süllyedésben legyél, lehet hozzájönni. És el fog számolni azon, hogy milyen hatalmas Istenünk van. Még eddig nem kértetek semmit. Hadd menjek tovább. Az imádság egy nagyon fontos dolog, és Dávid egy nagyon konkrét példa. Azt szoktuk mondani, zsoltárokat köszönhetünk neki, de ezeknek nagy része nem csupán egy ének, vagy egy dicséret, hanem imádság. Az imádás és az imádság nagyon szorosan kapcsolódik. És Dávid imái arról szólnak, amikor a Sámuel könyvéhez odaérsz, és olvasod, és a második könyvhez odaérsz, és a 15. részben van egy nagyon érdekes igevers, azt mondja, hogy Dávid fölmegy a hegyre, ahogy szokott. Ez egy szokás. Rengeteg szokásunk lehet. Ezeknek egy részére azt mondjuk, hogy jó szokás, másik részére azt mondjuk, hogy rossz. De igazán jó szokás az, amikor mi imádkozunk. Hozhatnám a legfontosabb példát, magát Jézust, aki imádkozik. A hegyen tölti szintén az egész éjszakát. Az atyával beszélget. 2 Sámuel 15.32, amikor fölér Dávid a hegy tetejére, ahol imádkozni szokott az Istenhez. Nem mindegy, hogy kihez, kit szólítunk meg, kitől kérünk segítséget, kihez imádkozunk. És sorolhatnám a zsoltárok sokaságát, csak egy zsoltárt szeretnék idehozni, ez a 142. zsoltár, ami a következőképpen mondja, az első 3 vers, Dávid tanító költeménye, imádsága abból az időből, amikor a barlangban volt. És miért volt a barlangban? Azért, mert Saul király üldözte, és életére tört, és meg akarta ölni. És neki menekülnie kell. És még a legszorongatottabb helyzetben is Dávid mit csinál? Imádkozik Istenhez. És azt mondja a Biblia, így olvassuk tovább, tehát Dávid tanító költeménye, imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz, kiöntöm előtte panaszomat, elmondom néki nyomorúságomat. Legyen példa, hogy jöhetek és kell, hogy jöjjek, mert Jézus felszólít erre. Sőt, amikor olvassuk azt, hogy Jézus azt mondja, hogy Máté 7-7-8-at akarom mondani, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik. Ezek lépcsőfokok. Egészen más, ja igen, hát általában az emberek nagy többsége itt van alul.
még egy lépcsőfokot sem tesz meg. Nem jön oda, és nem kér. Pedig van egy lépcsőfok, a kérés. Egy következő lépcsőfok, a keresés. És a még nagyobb lépcsőfok, amikor zörget. És majd mindjárt el fogom mondani, és szeretném bemutatni nektek, mert nem csak a Máté evangélium a 7. részében található ez, hanem a párhuzamos, szinoptikus evangéliumokban is van erről szó, és Jézus nem csupán arról beszél, hogy lehet ezt megtenni, hanem ennek van következménye. Én azt olvasom, ha kérek, akkor kapok. Ha keresek, akkor találok. Ha zörgetek, akkor megnyitatik. Vagyis Jézus világosan beszél arról, hogy az imádságnak van hatása. Mégis. Hány és hány imádságra azt mondod, hát én imádkoztam, és mégse történt úgymond semmi. Hadd hozzak ide egy nagyon konkrét történetet, mert amikor hívő emberként és istenfélő emberként rászánod magad a dolgok megértésére, és elkezded imádkozni, akkor az ellenség is rögtön mindent meg fog tenni azért, hogy meghiúsuljon mindaz, amit te Isten akarata szerint kérsz. Az egyik ilyen példa, nagyon világos példa, amikor Dániel imádkozott. 3 héten keresztül imádkozott. És böjtött. És a 21. napon jön a mennyei követ, az angyal. És azt mondja Dánielnek, hogy te, kedvelt férfi, Isten attól a pillanattól kezdve, hogy te rászántad magad a dolgok megértésére, engem Isten elküldött, de utamat állt a Perzsia birodalmának fejedelme. És segítségül jött, segítségemre jött a egyik legnagyobb angyal Mihály, és ezért tudtam eljönni. Mit mond ez az ige? Azt mondja, Dániel könyvében ez le van írva, majd keressétek meg és olvassátok el a történetet, mert ez alapigazság az imádsággal kapcsolatosan. Ahogy elkezdesz imádkozni, Isten küldi az angyalait. Ahogy elkezdtél imádkozni, az ellenség rögtön hozza az akadályokat. És hogyha feladod, akkor az ellenség győz. Dániel imádkozik 3 héten keresztül. Úgy tűnik, a látható fizikai síkon nem történt semmi. A láthatatlanban igen. Mert abban a pillanatban Isten mozgósítja az angyalait. És ez így van a mi életünkben is. És nagyon komolyan vegyétek, hogy Isten azt mondja, hogy folyamatosan, állandóan, kitartóan imádkozni kell és harcolni kell. Fokozatok vannak. Nézzük az első fokozatot. Kérjetek! Szenzációs Dávid egyik imádsága vagy éneke a 139. Zsoltár. Azt szoktuk mondani, ez Isten minden hatóságának az egyik megnyilvánulása. Dávid úgy kezdi, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Micsoda távcsöve van. Nem. Jól ismer bennünket. Mindenütt jelen való Úr. Messziről is. Valami ott van, nagyon messze, nem látjuk. Lehet, hogy nagyító, szemüveg, kukker, vagy éppen tárcső, bármi kell. Azt mondja a Biblia, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már egészen pontosan tudod. Minden oldalról körül fogtál engem. 6. vers azt mondja, ez igen magas, nekem nem bírom fel. De Isten azt mondja, kérj. Sok ember be van csapva. Hát lehet kérni? Igen. Az ellenség mindig meg akar lopni. Szoktam idézni és említeni a János 10:10-et. A tolvaj azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. El szoktam mondani, hogy mindaz, ami itt a János 10:10-ben van, az nagyon konkrét. Azt mondja, hogy lopjon. Itt a kleptó szó van, ami az észrevétlen lopás. Olyan, mint amikor még Pesten a villamoson, és jön a zsebtolvaj, és neked ütközött, még bocsátos is kér, és azt mondod, hú, de illedelmes ember. És észre se vetted, hogy volt pénztárcád, nincs pénztárcád. Tehát az ellenség ezt csinálja. Észrevétlen lop. Azért jött, hogy öljön, de itt az áldozati állat levágásának a kifejezése szerepel. Ó, hát én áldozat vagyok. Persze. És
pusztítson totális megsemmisítés. Ez a szándéka. Hogy észrevétlen lopjon, hogy áldozat legyél, és úgy vágjon le, mint a levágni való állatokat, és hogy totálisan megsemmisítse. Egész másképp hangzik. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. És számtalan ember egyszer a tudatlanság miatt, és vagy az ellenségnek a hazugsága miatt azt mondja, hogy ez túl kis dolog, ez túl nagy, ez nem annyira érdekes, ez nem annyira fontos. Á, lehet, hogy csak én képzelem be magamnak, hogy ezért kell imádkozni, és nem imádkozni. Aztán egy másik ok, amit én látok és tapasztalok, mert az eddigi szolgálataim során láttam, a büszkeség is egy nagyon nagy akadálya az imádságnak, vagy imádsággal szemben. Ó, hát én kérni? Hát megcsinálom én. Én képes vagyok rá, én meg tudom csinálni, és meg is fogom csinálni. Nagyon sok esetben óriási alázatra van szükség arra, hogy odafordulok, és azt mondom, hogy kérek. Mert hiányom van, mert szükségem van, mert elérkeztem a teljesítő képességem végére. És az az ember, aki büszke, az nem fogja beismerni, hanem azt mondja, hogy én akkor is meg tudom csinálni. Hát úgyse fogja tudni. De akkor is én meg tudom. És nem ismeri be, nem fogadja el. De értsétek el, hogy és akkor olyan észrevétlenül megvan lopva, és akkora áldozat lesz, és akkora totális megsemmisítésben részesül. És az a hiány, az a lehetőség, hogy kérhetek. Mert azt mondja Jézus, hogy mindaz, aki kér, az néha fog kapni. Nem ezt mondja a Biblia. Azt mondja, mindaz, aki kér, kicsoda? Én is. Igen, te is. Mindaz, aki kér, kap. Annyira drága üzenet. És jönnek a hazugságok, amivel az ördög be akar csapni. Megyek tovább, mert a következő gondolat, hogy keressetek. Hát az, az igazság, hogy ki hogyan kér. Ebben nincs benne semmi erőfeszítés. Ja, az énemet esetleg meg kell győznöm, vagy a büszkeségemet le kell törnöm, a tudatlanságomat el kell vetni, de kérhetek. De itt még nincs úgymond belerakott dolog, ami az én hozzá rakott dolgom. De az, amikor én keresek, vagyis fölállok és elkezdek dolgokat megtenni. Fantasztikus az, ami a Lukács 15-ben elhangzik, egy asszonynak 10 drachmája volt. Azok a kis érmék, amik fejdíszként szerepeltek, és ez az ő ékszere volt. És egy elgurult. És azt mondja az ige, hogy elveszített egyetlen egy drachmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri ki a házat, és nem keresi meg gondosan, míg meg nem találja. Mit is mond a Biblia? Keressetek. Hát az egész házat fel kellett kutatni. Ja, hát hogyha valakinek ilyen kacsalábon forgó háza van, 10 emeletes, 50 szobával és a többi, akkor az egy kicsit több idő, mintha csak egy szobája van, és két fél szoba, meg egy konyha, meg 50 négyzetméter. Na mindegy, kinek mennyi adatot, vagy mennyi lehetősége van. De itt a Biblia világossá teszi a történetben, hogy megy és keres, és fölsepi az egész házát. Aztán, amikor megtalálja, örömmel mutatja az ő szomszédjának. Megvan a drachmá. És mit csinált ez az asszony? Hát beletett apait, anyait. Végig söpört az egész házat. Kereste minden zugban, hogy meglegyen. Látjátok, hogy micsoda különbség van az, hogy most kérek, vagy keresek. Óriási különbség. És annyira szemléletes Jézusnak ez a példázata a keresésre nézve. Az imádságról beszél. Mert ez a példázat erről beszél. Megyek tovább. A következő, a zörgessetek, és megnyitatik. Itt is több történet van. Én a Lukás 18-at hoztam ide, mert ez egy kedvenc történetem. Amikor van egy hamis bíró, aki Isten nem féli, és embereket nem tisztel. És van egy özvegyasszony, aki megy állandóan hozzá, és azt mondja, szolgáltas nekem igazságot. Elhajtja a hamis bíró ezt az asszony. Az megint jön. Megint elhajtja. Megint jön, megint elhagyja, és megint, és megint, és megint, és megint, és még mindig megy ez az asszony. És azt mondja ez a hamis bíró,
Továbbra sem félem az Istent, és nem tisztelem az embereket. De ez terhemre van! Ez már bosszant és zavar engem! Ez már kiállhatatlan! És azt mondja, igazságot szolgáltatok neki. Másik történet, szintén szenzációs ezzel kapcsolatosan, amikor azt mondja Jézus, hogy egy embernek van egy barátja, aki éjszaka jön hozzá, de nincs ennivalója kenyere, és megy a másik barátjához, és zörget, és üti az ajtót, már szétesik az ajtó, aki bent azt mondja neki, hagyjál már, már alszom. De ez dörömből. És ez a barátja föl kell, mert most már szét fog törni az ajtó. És többe fog kerülni egy ajtófelújítás, mint egy kenyér. Bocsánat, ezt csak én tettem hozzá. De azt mondja Jézus, bizony mondom néktek, hogy azért kell föl, mert tolakodása miatt. Ugyanez történt itt a hamis bíró példázatában is. Miért szolgáltat igazságot a hamis bíró? Nem azért, mert Isten félelem rászállt, nem azért, mert elkezdi tisztelni az embereket, hanem azért, mert terhére van. Zaklatja. Ez már zaklatás, ezért már feljelentés jár. Ezért már bírói perjárma. És óriási fokozat van. Hadd hozzak még egy példát, amit nagyon szeretek, amikor Ábrahám imádkozik Sodomáért és Gomorráért. Mert jönnek a mennyei követek, és megmondják Ábrahámnak. Mert azt mondja Isten, eltitkoljam az én szolgám elől, amit tenni akarok. Nem. Ezek az angyalok azért jöttek, hogy Sodomát és Gomorát a homoszexualitás miatt, a gonoszság miatt eltöröljék. Mert felhatol Sodomának és Gomorának a bűne Isten színe elé. És Ábrahám elkezd imádkozni. És azt mondja, Uram, ha 50 igaz van, ugye te egy könyörülő Isten vagy, és te nem ítéled el az igazat a hamissal együtt, ugye megkegyelmezel a városnak. Azt mondja Isten, persze, hogy megkegyelmezel. Azt mondja Ábrahám, nincs 50 igaz. És hogyha 45, 40, 30, 20, 10. És ahogy olvassuk ezt a történetet Mózes könyvében, azt látjuk, hogy Ábrahám egyre rosszabbul van. Ó, uram, ugye nem probléma, hogy ismét zavarlak. Uram, hogyha neved azért tolakodásnak, de hogyha híje van, ha 10-zel kevesebb van. És azt mondom nektek, hogyha még jobban azt a fájdalmat elviseli Ábrahám, és nem úgy érezte, hogy már ég a képem, már nincs bőr az arcom, hogy oda menjek Istenhez. Miért? Mert Ábrahám zörgetett és zaklatta az Isten. Ha lejjebb megy, akkor ma nincs holtenger. Lehet, hogy nagyobb lenne a sötétség, de nem lenne, ott lenne a Sodoma és Gomorra. És nem lenne holtenger. Tehát az, hogy kérek, hogy keresek és zörgetek, ezek lépcsőfokok. Van, aki ma sem tud kérni. Talán a büszkeség, talán a hazugság, talán a megtévesztés, teljesen mindegy miért, de nem kér. Ó, még tegyek is érte? Mennyire szeretem a sútgalamb módszert, nem? Nem működik. Nem fog berepülni. Jó a sűrgalom, nem erről van szó, csak éppen az nem fog repülni, csak kiszkívod a szállod. Na, tehát kérek, keresek és zörgetek. Alapvető igazság. Hadd menjek tovább, amit megértettem és fontosnak tartok. János Evangélium a 4. részében van egy nagyon érdekes történet, amikor Jézus egy samáriai kútnál ott van. Déltájban jön egy asszony, aki vizet akar meríteni ebből a kútból. És azt mondja neki Jézus, adj nekem inni. Az asszony döbbenten látja a dolgokat, és részese lesz egy olyan történetnek, ami megváltoztatja az életét. Mert abban az időben egy zsidó ember, egy samaritánus nem szólít meg, ráadásul egy férfi, egy nő. Teljesen más volt a szituáció. Nem olyan, mint ma, most. És azt mondja neki Jézus, ha tudnád, hogy kikért, hogy adj nekem innom,
akkor te kérnél tőle élő vizet. És azt mondja Jézusnak ez az, hogy merítő edényed sincs. És akkor elkezdenek beszélgetni, Jézus mond néhány olyan alapvető igazságot, ami leleplezi ezt az asszonyt. Mert ő azért jött déltájban, mert ő egy parázna nő volt. Nem tudott menni reggel a többi asszonnyal együtt, mert már utálatos volt az élete, meg a szokása, meg a dolgai. Jézus pedig megmondta, hogy ki ő valójában. Jól mondod, hogy férnél vagy, és az a férfi, akivel élsz, az sem a férjed. És ez az asszony felteszi a kérdést. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely. Hol kell imádni? Hol kell? Hogyan kell imádni? Jézus azt mondja, higgy nekem asszony, hogy eljött az óra, mikor nem is ezen a hegyen, és nem is Jeruzsálemben. Mert az igaz imádó szellemben és igazságban imádják. Én nagyon szeretem, hogy a templomainkat úgy hívjuk, hogy imádságház. Ez abból adódik, mert a Biblia beszél akár Jézus szavaiban, amikor azt mondja, hogy az én atyám háza imádság háza, ti pedig rabló barlangjává tettétek. Illetve az Ószövetségben is van egy kijelentés erre nézve. Tehát jó az, hogyha az imádság háza, van egy ház, van egy hajlék, amit mi imádság házának nevezünk. De mondja a Biblia és az evangéliumokban, a hegyi beszéd tanításában, ugye ez a Máté evangélium 5., 6., 7. fejezete, beszél Jézus arról, hogy legyen egy olyan kis ficak, vagy szobácska, vagy bármi egyéb, ahol csendességbe tudsz lenni. Menj be a te belső szobádba, és titkon imádkozz, és amit imádkozol, hidd el, hogy az Úr megfizet neked. Nem a hely számít, nem Jeruzsálem, nem a Samáriai út, nem a nem tudom milyen templom, vagy zsinagóga, vagy nem tudom hány száz vagy ezer éves templom, műemléktemplom, nem a hely számít. Aztán, szintén alapvető dolog, ez egyébként nagyon sok embernek probléma, hogy csak ott lehet. Volt olyan a pásztori szolgálatom során, hogy a idősek felé, akik nem tudtak jönni gyülekezetbe, azoknak vittem úrvacsorát. És volt olyan drága idős testvérnő, aki azt mondta, hogy hát majd az imaházba. Mint hogyha a hely száll, neki számított a hely. Ő nem tudta azt elképzelni, hogy az otthonába ott, a pásztorával, vagy éppen a másik előjáróval együtt úrvacsorázom, mert az imaház. De értsétek meg, hogy nem csak az imádságra igaz ez, hanem az úrvacsorára és az élet minden dolgára. Hogy nem a hely számít. A következő alapvető igazság, hogy nem a testtartás számít. Hogy letérdelve, vagy felemelt kézzel, vagy éppen, mint ahogy itt látjátok a különböző dolgokat. Egy biztos, nagyon fontos igazság, Abcsel 20.36, térdre borulva imádkozom. De úgy gondolom, ezzel egyetlen keresztény embernek sincs problémája, hogy most állva, vagy ülve, vagy térdre borulva, ezzel nincs gond. Sok esetben ezzel van gond, hogy valaki felemeli a kezét. Ilyenkor szoktam azt említeni, hogy az Ószövetségben a papoknak föl kellett emelni a kezét. Erre mondták, hogy hát az a papokra vonatkozik. De van itt egy új szövetségi igazság, ez az 1 Timótos 2.8, ahol azt mondja, azt akarom tehát, hogy férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Már kaptunk egy olyan igazságot az 1 Timótes 2.8-ban. Látjátok, milyen fantasztikus a kisgyermek. Ha olyanok nem leszünk, ő már csinálja. Legközelebb majd ti is csináljátok. Jó, nem fontos, csak hogy megérintett ez, hogy milyen fantasztikus dolog. Tehát az 1 Timótes 2.8. És még ami ezzel kapcsolatos, nem csak a férfiak emelhetik fel a kezüket. Bárki. Én elmondtam egyik helyen, lehet, hogy itt is a beszélgetésben egy... Szerintem olyan 30 évvel ezelőtt voltunk itt, akkor még Nyugat-Berlin, Kelet-Berlin volt, Bernhard Bonke, aki Afrikába evangelizált, és jött egy tűzkonferenciát tartani, és elmentünk Berlinbe, akkor még a Nyugat-Berlin, ugye? Nyugat-Berlin volt, vagy Kelet-Berlin volt, mindegy, nem tudom, teljesen mindegy, ma már egybe van. Lényeg az, hogy elmentünk a konferenciára, és ott mindenki szabadon dicsérte és imádta az Urat, mi pedig ott voltunk jó baptistaként, és ott úgy álltunk, mint egy
sózsák, vagy nem is tudom, hogy nevezzem. Na és egyszer csak, ahogy úgy énekeltük az énekeket, úgy éreztem, hogy nekem föl kell emelni a kezemet. És én fölemeltem a kezemet. Így, látjátok? Így fölemeltem a kezemet. Nem így, csak így az a felvétel, vagy bármi egyéb miatt, hogy mindenki lássa. Szóval így a tenyeremet felemeltem. Aztán csak, ahogy énekeltünk egy pár perc múlva, már azt éreztem, mondom, én nem emeltem fel a kezemet, de már így tartottam, és dicsértem az Urat, és azt gondoltam, mindenki engem néz, kinyitottam úgy félve a szememet, balra is, jobbra is, vagy balra is, jobbra is, senki nem nézett engem. Na, tehát, hogy vannak olyan szokásaink és érzéseink, amik nagyon befolyásolni tudnak. Nem a testtartás számára. Egyébként meg ez a fajta, olyan szép festmények vannak, ugye? Pogány. Pogány szokásból jött át ez a fajta kéztartás, ami ma alapvető imádság kész. Következő történet, amit nagyon szeretek, hogy nem az életkor számít. Emlékszem arra, amikor a kisebbik fiú, vagy a nagyobbik fiunk, Benjamin, amikor imádkozott először, Benjamin volt, Bencsi, és hát nem tudom hány hónapos lehetett, beszélni még nem tudott, 6 hónapos, ugye? Na mindegy, mi úgy gyakoroltuk mai napig is, úgy csináljuk, hogy amikor leülünk, akkor imádkozunk az étkezés előtt, ezt több okból tesszük, egyrészt hálát adunk Istennek az ételért, másrészt az, ami az újszövetségi szentírásban van, hogy megszentelődik az étel, az ima és az ige által. Tehát van igei alapja annak, hogy miért imádkozzunk. És mi összetettük a kezünket pogány módra, na mindegy, tehát nem a testtartás számít. Tehát imádkoztunk, és áldást kértünk az ételre, az étkezésre, minden egyéb, és akkor még ugye az első gyermekünk volt meg, nagyon picike volt, még ilyen kis székbe ültettük oda az asztalhoz, ma már ez a fajta nem is lehet kapni, mert másfajta van, és a lényeg az volt, hogy összetett a kezét, és ez volt az első imádsága. És tudtuk azt, hogy ez egy jó illat. Nem értettük, ezt értettük, gondolom, hogy ez volt az amen. Már akkor nyelveken szó. Jó, köszönöm szépen. Így van. Jó. Tehát, hogy nem az életkor számít. Van egy prófétanő, akiről olvasunk a Lukács evangélium második részében, amikor Jézus, tehát Máriának leteltek a tisztulási napjai, és vitte Jézus bemutatni. Nem megkeresztelni, bemutatni. És Anna, ez a nagyon idős asszony, ki az, aki tudja, hány éves volt az anyja? Nem annyi. 80? Hát attól azért több volt. 96. Több volt attól. Na számolunk, jó? Figyeljetek. Számoljunk. Fánuel leánya Ásér törzséből nagyon előre haladott korú volt, hát nagyon kevés ilyen öreg idős van ma Magyarországon. Csak 7 évig élt férjével hajadonkora után. Tudjátok, hány évesen mentek férjhez a lányok Izraelben 2000 évvel ezelőtt? 12. Jó, legyen 13. Én 12 tudok, van, aki azt mondja 14, de mindegy, legyen 12. Jó, azt mondja a Biblia, hogy 7 évig élt férjével, tehát 12 meg 7, 19, és azt mondja, már 84 éve özvegy volt. Vagyis 12 meg 7 meg 84, 103. Tehát, hogyha 13-ot mondjuk, akkor 104, ha 14, akkor 105. Tehát akkor olyan 103-105 éves korú volt ez az Anna, és mit mond az ige? Nem távozott el a templomból, mert bőjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Fantasztikus. Hát én már nem tudok imádkozni. Olyan kedves az az ének, ha nem lesz elő ajkamon, dicsérni fog sóhajon. De sokan sóhajtoznak? Biztos imádkoznak, ugye? Na mindegy. Nem akarok ezzel viccelődni, de sok esetben sokkal több a sóhajtozás, meg a panaszkodás, mint az imádság. És ez a történet a Lukács 2.36-37-ben világossá teszi, hogy 103 vagy 105 évesen is lehet böjtölni is,
meg imádkozni is, és éjjel és nappal is. Tehát, hogy ez nyilván nem mindenki Anna, van, akit Lászlónak hívnak, Gézának, Sárának vagy Karcsinak, de lehet és kell imádkozni, mert ezt mondja a Biblia. A következő imádság, amit szeretnék a szívetekre helyezni, Illés imája. És ez azért nagyon fontos, mert még az Új Szövetség is példaképpen hozza elénk. Illés, amikor imádkozott és kihívta Baál prófétákat, akkor megadta azt a lehetőséget, hogy válasszanak áldozati bikát vagy tulkot, és föláldozhatták a maguk módja szerint a fákkal, a húsdarabokkal, minden egyéb, és ő is megtette ezt, de nem gyújthattak tüzet. Illés pedig, mivel 3 éve és 6 hónapja már nem esett az eső, hozatott vizet, és több vödör vizet ráöntötte az oltára, nehogy öngyulladás történjen, ugye, mint ahogy egyesek gondolják, és még ilyen árkot is húzott az oltár körül, hogy az is megtelt vízzel. Na ez aztán jó beletársztatva. Mind a hús, mind a fa, minden egyéb, és ott sem settenkedtek az oltár körül ezek a Bál papok és proféták, Illés pedig utána, amikor megvárt, hogy a színjáték lemenjen, akkor elkezdett imádkozni, és azt mondta, mert ez volt a próbatétel, hogy amelyik Isten az igazi, az majd tűzben fog felállni. És Illés imádkozott. És lejött az Isten tűze. Megemésztette az egészet úgy, ahogy volt. Még a víz is fölszállt. És Jakab levele arról beszél, hogy Illés egy Superman volt. Nem? Nem. Így van. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Az, ami különbség a mi imádságunk meg az ő imádsága, hogy igaz, istenfélő és buzgó imádság. Ez tüzet is tud lehozni az égből. Jakab 5:16-18 a következőt mondja, valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy megszabaduljatok és meggyógyuljatok, mert nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének. És így folytatódik tovább, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig, és utána ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Fontos dolog, hogy megértsük, hogy az imádságnak ekkora ereje van, hogy ez működik, ha megfelelő módon tesszük. Aztán emlékeztek, hogy mit is mondtunk Annára, hogy éjjel és nappal imádkozott és böjtölt, még 103 vagy 105 éves korára vonatkozóan is. Nagyon szeretem az első Tesszonykönyv levél 5. részének a 17. versét, ahol azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. Itt ez a szónak a pontosabb fordítása az, hogy szakadatlanul. Nincs szünet, nincs. Sokan elmennek nyáron nyaralni, keresztények is általában, még jó, hogy mi ismertünk nyaralni, és azt mondják az emberek, most szünet van, most nyaralok. Most több mindent megengedhetek magamnak. Ez egy hazug dolog. Az, hogy pihenj, ez nem kérdés. De az 1 Tesszalonika 5:17 azt mondja, hogy az imádságban nincs nyaralás. Nincs szünet. Szakadatlanul, folyamatosan. Mondjuk csak el, szüntelenül imádkozzatok. Fordulj oda a másikhoz és mondd neki, szüntelenül imádkozzatok. Szüntelenül imádkozzatok. Mondjad azt is, hogy szakadatlanul. Jó. Ugye milyen könnyű ezt mondani a másiknak? Ugye? De közben neked is mondták, figyelj. Pontos dolog. Jó. És úgy folytatódik tovább, mindenért hálát adjatok. Már meg is van a vasárnap délutáni háladónap, de nem erről fog szólni. Az Úr a szívemre helyezett egy nagyon fontos néhány fontos igazságot, majd arról lesz szó. De ez is meg lesz említve az 1 Tesszalonika 5:18, mert ez is egy nagyon fontos igazság. Utolsó dia sorozat következik, 8 dia. Mert 8 dolgot hoztam, ami az akadály, hogy miért nem hallgattatik meg az imádságot. Tehát akadályokról lesz szó. Hangsúlyozom, hogy nincs benne minden. Tehát jó néhány akadályt lehetne hozni, de azokat, amiket a szívemre helyezett Isten, úgy gondoltam, hogy ma szeretném még megosztani veletek.
Tehát az egyik, ja, és a sorrend se számít, tehát hogy most nehogy keressetek ebben, hogy az első, ez a legnagyobb, a második az már kevésbé, vagy ez még nagyobb, tehát nincs ilyen rangsor benne. Tehát az első a hamisság. A magyar, vagyis az ember, az agy, meg a látásunk olyan, hogy nagyon sokan azt fogják erre a hamisítványra olvasni, hogy Adidas. Ugye? Tessék? Hirtelen, ugye? Oly, annyi érdekes dolgot láttam én is már, és olvastam ki belőle, ami nincs is ott. Mert az agyunk olyan, hogyha körülbelül annyi betűből áll, és az első és az utolsó helyén van, akkor aztán össze is lehet keverni. Vannak ilyen tesztek ma, hogy ezt igazolják, hogy amikor van egy szó, vagy akár mondatok, és az első karakter és az utolsó, na ezt jól mondtam, informatikusként, tehát hogy a kezdőbetű meg a utolsó betű a helyén van, és a közöttel lévő karakter betűket összecserélem, akkor is el tudom olvasni. Képzeld el, a gyors helyek mindig gyroszt olvasni. Én is szeretem. Vetted, testvérem, hogy a feleséged gyroszt szerette vacsorára? Ezt is értem. Jó, oké, ha menjünk tovább, nézzük meg a 66. Zsoltár 18. versét. Ha álnok szándék lett volna a szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. Világos? Annyira egyértelmű az igazság. Tehát, amikor hamisság van, álnokság van, ne gondold, hogy bármit is kapsz. Ne, képtelenség. Szintén nagyon fontos a hitetlenség. A hitetlenség az a csodákat is összetöri, de az imádságra is hatással van. Azt mondja Jakab levele, első rész, 6. verse, tehát azt mondja a Biblia, hogyha valaki nem elég bölcs, kérjen bölcsességet, de hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél ide és oda hajt, és ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit is kap az Úrtól. Világos az ige vers? Világos. Ide még a 7. verset is oda lehet írni, tehát a Jakab 1:6-7 arról beszél, hogy igenis a hitetlenség akadálya az ima meghallgatásnak. A következő akadály, amiről ugyancsak Jakab levelében olvasunk, hogy kérhetünk és kérnünk kell, meg zörgethetünk, meg kereshetünk, tehát ezek fontosak, de nem mindegyen hogyan kérünk, hogyan keresek, hogyan zörgetek. Azt mondja Jakab 4:3, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, na már megint egy nem. Nem szeretjük az ilyen gondolatokat, de ez le van írva. És ezt, ha szereted, ha nem, ezt komolyan kell venni, mert biztos lehetsz benne, hogy ha ez a feltétel ott van az életedben, akkor nem kapod meg. Miről van szó? Ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozni. Efézusi levél első fejezetében, a 3. vers azt mondja, hogy megáldott Isten a mennyei világ minden szellemi áldásával Krisztus Jézusban. Az előbb azzal kezdtük az ima témánkat, az imádság témáját, hogy ha bármit, eddig nem kértetek semmit, kérjetek, és bármit kértek, megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Azért vannak kivételek, és ez is egy ilyen dolog. Aztán, aki házas, annak van még egy plusz akadály. Nem, ez nem azt jelenti, hogy szingliként kell élni az életünket, nem, de a házastársak egymás közötti kapcsolata is igenis akadályozza az ima meghallgatást. Én tetszik ez a kép egy példaképpen, de nem ez kell, hogy legyen. Nem párbajozni kell, nem vetélkedni kell, nem haragudni kell, és a többi. És a többi egyébként is mondja, haragudtok, ne vétkezzetek, és a nap le ne menjen. 1 Péter 3:7. Ti férfiak. Igen, ez most nekünk szól. Megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságotok ne ütközzék akadályba. Világos, nem? Aj, de aranyos volt a kedves nőtestvér a férje felé bólogató tekintettel, mondta, hogy hallod, apuci? Na jó van, csak ezt én hallottam, mondtam, jó van. Ezt nem mondom neki. Jó. Én meg azt mondtam magamnak, hogy szingli maradsz. Na, ez már
már egy tévtanítás, jó? Mert ez egy Jézus nevében, jó? Ezt megtörjük. Na, oké. Okay. Ötös pont, 1 János 5:14-15, azt mondja, tehát hogyha valamit nem az ő akarata szerint kérünk. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogyha valamit az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. Ha nem, akkor nem fog meghallgatni. Honnan tudom, mi az Isten akarata? Így van a Bibliából, így van, hogy megszentelődjünk és tartózkodjunk a paráznosságtól, Isten akarata. És az összes többi. Tehát minél többet ismerünk az Isten beszédéből, annál világosabbá válik számomra, hogy mi az, ami lehet az imádságtárgy, és mi az, ami nem. Hatodik. Ha egyszerűen a saját önző életem szerint élek, János 15:7 mondja, ha Jézusban maradunk és élünk, ha igéje megmarad bennünk, akkor ezt mondja az ige, bármit kértek, megkapjátok. Tehát egyszerűen Krisztus és az igéje nélkül nem fogunk elérni semmit. Ja, csak a saját igazságunk és az önző élünk fog növekedni. Lehet, hogy elérünk dolgokat, de nem azt, amit Isten szeretne az életünkben. Hetedik. Az egység hiánya. Máté 18:19 a következőt mondja, bizony mondom néktek, ha közületek ketten egyetértenek a Földön mindabban, amit kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Lehetne ezt egy nagyon szép matematikai igazsággal megmagyarázni, a lényeg az, hogy felcserélhető. Jó? Ez a lényeg, mert most én hozom ezeket a kifejezéseket, akkor lehet, hogy csúnyán fogtok rám nézni. Tehát, ha a mondat arról beszél, ha egy akaraton vagyunk, akkor van meghallgattatás. Ha meghallgattatás van, és nincs meghallgattatás, ha nincs egy akarat. Tehát ezek nagyon világosak és egyértelműek. És a nyolcadik dolog, a harag és a kételkedés. Timóteusi első levél, második rész, 8. vers. Azt akarom, hogy férfiak mindezik bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Nem véletlen. Tehát a harag, a kételkedés, és lehetne ezt a sort hozni még, hogy mi a 9., mi a 10., mi a 20., mi a 100. Nem ez a lényeg. Az igazságok a fontosak, és mindaz, amiről ma szóltam, arról szólnak, hogy az imádságnak van fokozata. Az ellenség meg tud csalni. Tolvaj azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Észrevétlenül fog lopni, áldozat leszel, és totálisan meg akar semmisíteni. Egy biztos, hogy mind az, aki kér, kap. Mindaz, aki keres, azt talál, és mindaz, aki zörget, annak megnyitat. Ezek fokozatok. Kérés, az csak egyszerűen odafordulok Istenhez. De amikor keresek, gondolj arra, hogy mit csinált az az asszony, aki elvesztette az egy drakmáját. Föl seperte, kitakarított az egész házát. Ezt jelenti a kérés, vagyis beleadott dolgokat. Tehát nem csak egyszerűen malmozok és kértem, és valami fog történni, nem. Hanem én cselekvő módon beletettem az életemet. Az őrgetés pedig az már olyan, amikor már fájni tud. Nem azért, mert dörömbölsz, és már fáj egy idő után a kezed, hanem azért, mert ez olyan kellemetlen. Kellemetlen egyébként a kérés, a keresés és a zörgetés, mert világossá válik, hogy le kell tennem az óemberemet, az önzésemet, a büszkeségemet. Mert amikor odafordulok Istenhez, és azt mondom, hogy kérlek Uram, akkor ezzel elismerem, hogy hiányom van. Nem a hely számít, bár fontos a hely, de nem a hely számít. Nem a különböző testtartás és póz. Mert azt akarom, hogy férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak. Nem is az év számít. Lehet 6 hónapostól 105 éves korig, vagy még tovább is. Anna, aki 103 vagy 105 éves volt, az nem távozott el a templomból, hanem éjjel és nappal főított és imádkozott szüntelenül. Tudjuk azt, hogy a Biblia világossá teszi, hogy nem lehet szabadságra menni imádság tekintetében. Szakadatlanul kell, hogy imádkozz. Vannak akadályok. Hitetlenség, harag, kételkedés, az egység hiánya, a bűn hiánya, a bűnnek, akik meglétezek, mind-mind az imádságot egyszerűen hatástalanná teszik, működésképtelenné teszik.
És én úgy gondolom, hogy mindjárt szeretnék azt, hogy amikor mi imádkozunk, akkor legyen az Isten akarása szerint való, hogy megvalljuk és bocsánatot kérünk mindazokért a dolgoktól, amik elválasztanak egymástól és Istentől, hogy az imádságon elütközzék akadályt. Imádkozzunk. Atyám, nagyon köszönöm neked a ma estét, köszönöm, hogy igéket a szívünkre helyeztél, és ezek olyan szilárd és stabil cölöpök és alapok, amelyekre építhetjük az életünket. Könyörgök azért, hogy komolyan vegyük ezeket az igazságokat, hogy ezek beépüljenek az életünkbe, az ima életünkbe, az ima harcainkba, hogy ne ütközzék akadályba az imádságunk, és világossá váljon, hogy ezek működnek. És köszönöm mindazt a sok-sok áldást, mindazt, amit már eddig megtapasztaltunk az imádság tekintetében, hogy jöttünk hozzá, kértünk, és hatalmas dolgokat vittél végbe. Dicsérlek ezért, Uram. Kérlek, hogy segíts bennünket, és bátoríts, és bíztass, hogy szakadatlanul imádkozz. Jézus nevében. Amen.